Azt gondoltam, hogy kellene csinálni egy nagy Servatius kiállítást a Műcsarnokban. Egy igen gazdag kiállítási anyag jött össze, nem csak apa és fia, akik egyébként együtt dolgoztak a műteremben, és mégse volt közös kiállításuk, hanem abban az értelemben is, hogy az Erdélyben maradt művek, az ő átköltözésük után ott maradt művek, és a magyarországi művek most először itt láthatók együtt. Servatius Jenő, ugye mint általában a 20. század első felében lévő nagy magyar alkotók Párizsban tanult, Párizsban szocializálódott. Ez nagyon fontos volt abban az időszakban, hogy megjárni Párizst, beleszagolni az ottani modern világba, és ott abból sokat lehetett tanulni. És Servatius Jenő is 2 éven keresztül tanult Párizsban. Föl kellett persze magát tartani, asszisztensként dolgozott, de eljárt szabadiskolákban, és ott megismerkedett a kubizmussal, az akkor friss irányzatnak számított dadaizmussal, az expresszionizmussal, tehát az akkori legmodernebb irányzatokkal. Itthon tulajdonképpen az ott tanultak nyomán, de azért saját stílusában, kicsit az Art Deco-ra emlékeztető, illetve részben a párizsi tapasztalatokon megismert gótikus szobrászat nyomán kezdett el szobrokat létrehozni, részben Nagybányán, részben Kolozsváron otthon, és tulajdonképpen csak a 30-as évek végén alakul ki az a nagyon jellemző rusztikus expresszionista stílusa, ahonnan leginkább Servatius Jenőt ismerjük, amikor bejárja Erdélyt, 6 éven keresztül járják az erdélyi falvakat, hegyeket, völgyeket, vidékeket, az akkor még kisfiával, Tiborral, és megismeri a maga mélységében azt a szülőföldjét, tehát megismeri az ottani emberek gondolkodását, az ottani emberek életét, dalait, táncait, meséit, mitoszait, balladáit, ugye az nagyon fontos, hogy a balladákkal átkerülnek a szobrászatában, és kezd el egyfajta rusztikus, az erdélyi fafaragó hagyományokra épülő szobrászatot folytatni. Azt írta 1939-ben Lika Károly művészettörténész a Pesti Hírlapba, hogy Servatius Jenő a legerdélyibb magyar művész. Ez egy nagyon érdekes pillanat volt, mert még a második bécsi döntés előtt, Erdély visszacsatolása előtt és az első bécsi döntés után nagyon komoly súlya volt, hogy azt mondta a kettős jelzőn szerkezette, hogy a legerdélyibb magyar. Ma pedig úgy gondolom, hogy egy egységes magyar kultúra 2 nagyon fontos alkotójának közös kiállítását nyitjuk meg. Bartókkal való kapcsolat az rendkívül fontos, az egész kiállításnak nekem egyik vezér gondolata, hogy ugye a Kantáta profánának az üzenete, amit mindannyian ismerünk, ez a csak tiszta forrásból, tehát a népi, az eredeti gyökerekhez való visszatérés, ez a bartóki arszpoétika, ez evidens módon jelenik meg Servatius Jenő és Servatius Tibor művészetében is, mind a kettőjük számára Bartók olyan vezércsillag, amit a szobrászatban követni szeretnének, és ezt alkotásaikban vállalják is. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a kantáta profánának a megalkotása az arra a periódusra esik, amikor a fiatal Servatius Tibor kezd leválni édesapja stílusáról, tehát amikor már eredetejében érzi magát, elvégezte a főiskolát, és önálló stílusra törekszik, nem akarja az édesapja hagyományát folytatni, hanem a saját egyéniségét akarja megvalósítani. De ebben a kantáta profánában, hogyha magunk elé idézzük a történetet, akkor ez a fajta generációs konfliktus is megjelenik. Miközben tényleg a legjobb viszonyban élte végig az életét a két művész egymással, tehát apa és fia, együtt éltek, együtt gondolkodtak, és rendkívül szerették egymást, ugyanakkor ez elkerülhetetlen volt, hogy mint művészek elváljanak egymástól, és ezt Servatius Tibor tudatosan valósítja meg.
Kevesen tudják Szervácius Tiborról, hogy milyen mélyen ismerte a 20. századi modern avantgárd művészet, és hogy maga is kísérletezett ebben az irányban, a fémek csöpögtetésével, a fém megmunkálásának az akkori legkorszerűbb módozataival, a köveknek, a simára csiszolt, absztrakt, konstruktív megvalósításaival, amit aztán utána a 70-es évek elejére elvett, és azt mondja, hogy ugye az ő arcpolitikája az úgy fogalmazható meg, hogyha ha magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, akkor a szobrászatot is anyanyelvemen kell művelnem, és akkor minden értelemben is visszafordul ez a bizonyos tiszta forrásból, tehát az erdélyi hagyományok, illetve a magyar történelmi hagyományok iránt, és akkor kezdve tulajdonképpen ez az, ami leginkább megjellemzővé válik az ő művészetére.